Az utóbbi években felszálló ágra került a hazai női röplabdázás, ennek köszönhetően a válogatottra idén olyan program vár, amely az elmúlt 30 év alatt nem volt példa. Vendégünk Alberto Salomoni, a női röplabda válogatott szövetségi kapitánya és Németh Lajos, a válogatott csapatvezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó reggelt! Világbajnoki selejtező, World Grand Prix sorozat, Európa-bajnokság, nagyon komoly kihívások ezek, de hát ne menjünk még ebbe bele, hanem inkább arra lennék kíváncsi, hogyan formálódik a szövetségi kapitányi élete? Ugye hát másfél hónapja nevezték ki. No, but it's now is I'm Nos, still working with MTK. Az MTK-nál dolgozom, ugye a bajnokság végén vagyunk. Májusban kezdődött a közös gondolkodása kapitányi posztról. Nyilván a szövetséggel ekkor nagyon sokat egyeztettem szervezeti dolgokról, hiszen ahogy említetted, a nyári program nagyon komoly lesz, nagyon sűrű lesz. Lajossal nagyon sok mindent meg kellett szerveznünk, Zsolttal, és nagyon sok minden egyeztetni való volt, és természetesen végig kell beszélni, hogy mi szükséges ez a sok-sok jövközéshez. Sikerült már közös edzést tartani a lányokkal? Volt már egy összetartás? Together? Yeah, we organize, of course, igen. We have to speak about whole, de, about what, which kind of ugye program we először, can do. Okay? Ugye egyeztetni kell, hogy milyen programot course, fogunk manager, tudni végigcsinálni a kerettel. Az időbeosztást meg kell beszélnünk, reggel, este, mikor legyenek az edzések, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ezekkel a szervezeti dolgokkal, szervezési dolgokkal jól állunk, most kezdődik majd a munka. A saját elképzeléseit mennyire tudta már megvalósítani, vagy mennyire tudta végig gondolni, hogy hogyan lehetne megvalósítani őket? Mert azért persze van a szövetségnek, van a vezetőségnek egy elvárás, és azért az embernek van valamilyen saját vonala. No, till now, eddig I must say that azt kell mondjam, semmi probléma nem volt a filozófiám, az elképzelésem elmagyarázásával, hogy én hogy szeretném, hogy hogy játszon a csapat. A szövetséggel egy hangon vagyunk, nagyon jól megértjük egymást. Az elmúlt két évben csak kisebb dolgokat kell változtatni, fejleszteni kell nyilvánvalóan a csapaton, elvinni a következő szintre. A célkitűzés mindenféleképpen az, hogy közelebb kerüljünk a legjobb európai csapatokhoz. Ez egy hosszabb út, sok-sok munka szükséges hozzá, de hogy eljussunk a legjobb szintre, az első 10-be Európában. Ugye május 30-a és június 4-e között lesz Zágrában a világbajnoki selejtező. Ez az első fontos lépés, de akkor most már Lajoshoz fordulok. Itt mi az, amit szeretnénk elérni? Mi az, amit a szövetség mondjuk elvár? A szövetség közösen Albertóval azt a célt tűzte ki a női válogatott felé, hogy ebből a három versenyből a legfontosabb az Európa-bajnokság döntője. Tehát a prioritás. Ezek mind ráhangolások, akkor az összes. Nem többi. Teljesen ráhangolás, természetesen, mivel ez az első a nagy úgymond nyári menetelésben a világbajnoki selejtező, de a fő hangsúlyt az európai döntőre szeretnénk, utána a World Grand Prix-ra, és hát nem úgy mondom, hogy az utolsó a sorba a világbajnoki selejtező. Tudnélik, ebből a hat csapatból öt nap után az első helyezett, és az változhatóan Oroszország lesz. Ők jutnak be direkt a jövő világbajnokságra. A második helyezetteknek augusztusban lesz egy úgynevezett pótselejtező. Hát itt a házigazda a horvátokkal, akik nálunk jobb helyen állnak a világ meg európai ranglistán, és ők a rendezők, velük próbálunk majd küzdeni a második helyére, amit említettem, az pótselejtezőt jelent. De ez, akkor ez a cél itt igazán, igen, hogy ezt van. A második helyet meg lehessen szerezni. Mikor lesz az első összetartás a csapatnak? És ugye volt arról is szó, hogy a szervezés szempontjából fontos, hogy a csapatok, a klubok hogyan tudnak viszonyulni majd ehhez a válogatott programhoz. Tehát hogyan sikerül velük egyeztetni, mikor tudnak majd együtt edzeni?
Az első edzés május 8-án lesz. Az első hétben az asszisztensemmel, közösen segédedzemmel, közösen felmérjük a játékosokat, hogy milyen állapotban vannak, hogy sikerült a szezon, milyen kisebb problémák vannak, amivel foglalkozni kell. Tehát megértjük az állapotukat, a helyzetet, és aztán elkezdjük a felkészülést. Éppen ezért 20 játékos hívtam meg a keretbe. Szeretném megérteni, hogy felmérni, hogy ki az a 14 fő, aki részt vesz majd a válogatott csapat munkájában, és akkor június-júliusban, augusztusban fogunk dolgozni közösen. Tehát az első részben, ugye a VB-selejtezőre felmérjük a játékosokat, megnézzük, hogy hogyan tudunk versenyképesek lenni. Tehát ez tulajdonképpen a munka kezdete. Megnézzük, hogy milyen munkára van szükség a nyári hónapok során. Természetesen akkor nagyon sok edzést fogunk tartani. Felmérjük őket, az ő játékstílusukat, mi fontos számukra. És folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy mi az, ami megvan, mi az, ami hiányzik. Az első néhány hétben megismerjük egymást, és aztán egyre mélyebb szakmai munkát fogunk tudni folytatni, én azt gondolom. Említette azt is, hogy két csoportra szeretné osztani a válogatottat, tehát lesznek is fiatalabbak, akik tehetségesek, és ott lehetnek a többiek nyomában, és persze azok, akik már eddig is játszottak. Ez hogy áll, és ők is itt lesznek most ebben az összetartásban, vagy ezt akkor hogyan képzeljük el, hogy lesz majd velük a külön edzés munka, és akár a közös is? The idea to divide the two players is because úgy jött, I am here hogy, since this season ugye erre a szezonra szerződtem, és ugye ebben a szezonban már itt vagyok Magyarországon. Okay, láttam, hogy vannak ugye az idősebb játékosok, válogatott játékosok, akik magas szinten röplabdáznak, és vannak azok a játékosok, akiknek nagy potenciál rendelkeznek, de fejlődni kell még a fiatal játékosokkal. Nyáron kiváló lehetőség adódik erre a fejlesztési munkákra, ugye a verseny sorozatok stressze nélkül, éppen ezért ketté osztottuk a csapatot, és próbálok majd úgy dolgozni, javasoltam a szövetségnek, hogy nagyon sok segédedző legyen jelen, ne csak egy vagy kettő, hanem akár 5-6, úgyhogy amikor a sorozatokban játszunk, akkor a fiatalok körök is tudnak foglalkozni egy előre meghatározott program keretében. És ez a két csapat, a két csoport, a cél az, hogy a legjobb fiatal játékosok folyamatosan dolgozzanak, és ugye akár átjárás legyen a két csoport között, hiszen ugye az egyik probléma az az, hogy a tapasztaltabb játékosok ugye már nem vesznek részt a válogatott munkájában, akkor ugye be kell építeni a fiatalokat, és ők általában azért lemarad, némi lemaradás azért tapasztalható a szakmai munkában. Tehát ezek elsősorban szakmai, technikai munka, amit végzünk, a fiatal játékosokkal. Az én értelmezésem szerint ez ugye azt jelenti, hogy jóval több játékos, és hát akkor edző is kell, hogy itt a válogatott körül dolgozzon. Az egyeztetés ilyen szempontból ugye nagyon fontos a szövetség részéről, nem tudom végül is, hogy ezt kivégzi, de hát mennyire készségesek a csapatok, mennyire adják könnyen a játékosaikat. Ez nem csak a röplabdában, nem szerintem minden sportágban általános kérdés és probléma, hogy örülnek neki, hogy elmennek, mi lesz, ha lesérül a játékosuk, és azért rengeteg külföldi játékos is szerepel a válogatottban, illetve külföldön légióskodó. Hogyan lehetett ezt összehozni, és ebben milyen komplikációk voltak, ha egyáltalán voltak? Úgy gondolom, hogy ezzel nincs gondunk jelen pillanatban, vagyis nagyon minimális. A játékosok természetesen, ahogy említetted a műsor elején, hogy több évtizeden nem volt ilyen jó programja, szakmai programja váltottnak, természetesen az első hívószóra jönnek a játékosok. A klubokkal, a külföldi klubokkal igazából kapcsolatunk ilyen szempontból nincs, hiszen a játékosoknak lejár a szerződése, és a Nemzetközi Szövetségnek a szabályzata szerint minden szezon októberéig a transfer engedélyt ki se lehet adni, hogy ők a külföldön játszhassanak. A hazai klubokat pedig már körülbelül két hete összehívtuk a szövetségbe, és egy elég hosszú és nagyon tartalmas
megbeszélést tartottunk. Ugyanígy azt megelőző két héttel meg a stábtagokkal, így a említett elég soknak tűnő másodedzőkkel is megtartottuk a megbeszélést. Mindenki előtt minden tiszta, mindenki elmondhatta a véleményét. Tehát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nyugodt pillanatokat élünk át, mindenki támogatja a női váltott programját. Hát ilyen sikerek után azért ez nem is csoda. Még egy gyors kérdés. Újdonság volt az erőléti jegyző, amit ugye az MTK-nál bevezetett, de itt a válogatott környékén még nem volt pont ilyen, és statisztikus is, ha jól tudom. Kik lesznek ők, ha már esetleg megvannak, és miben tudnak majd segíteni? Amikor a szövetség elkezdtem egyeztetni a programról, elmagyaráztam, hogy van két olyan pozíció a stábban, a szakmai stábban, ami, ahol a szövetségeknél, ugye válogatottaknál általában fontos szokott lenni, elnézést. Az egyik az erőléti edző, a másik pedig a játékos megfigyelő és statisztikus, aki ugye videóelemzések segítségével végzi munkát, és ezek nagyon fontos részletek manapság. Az erőléti edző egy folyamatos munka, amit már fiatal korban meg kell kezdeni. Of course, in a staff mert it's important to have someone that you trust. Stábban nagyon fontos, hogyha megbízhass valakiben, aki ezt a munkát elvégzi. Éppen ezért két olasz kollégát választottam ki, mert ismerem őket évek óta, és a magyar fiatal edzőkkel közösen én azt gondolom, hogy nagyon jó stábot tudunk kialakítani, mert fontos számomra, hogy legyenek szakemberek a megfelelő pozíciókban, és megadják a lehetőséget a magyar, fiatal magyar kollégáknak, hogy tanuljanak tőlük. Ez egy projekt tulajdonképpen, egy építkezés, amit a szövetséggel folytatunk. A két csoport, tehát legyenek ugye tapasztalt edzők, fiatal edzők, ez is egy hosszú út, de szeretnénk ezt megvalósítani. Hát akkor sok sikert kívánok ehhez az úthoz, és az MTK-val pedig az Újpest elleni helyosztóhoz is. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget.